Sziasztok! Ma folytatom a Rome to Tavor Dark Mode római hadjáratomat. És hát itt maradt abban, hogy hát elkezdtem megostromolni a dák városokat, de ahogy látom vissza is akarnak ütni a dánok. A dákok, nem dánok. És ostrom alá vettem Tiliszt, ami az utolsó makedón terület. Így legyőzzük a makedónokat, plusz... Ja, jönnek a pontosziak. Egy eléggé hitvány nép, szóval nem tartok tőlük. És a... ezeket is akarom... És el akarom... Most le akarom győzni a britonokat. Plusz a germánok. Na jó. Elfenéve. Király. Ti álljátok meg a hídon. Ha megtámadnak véletlenül, akkor legyen hídas csata. Na de, azt hiszem akkor jöhet egy körváltás, mivel... Mivel ahogy elnézem, a légióim a... pozíción vannak. Ezeket a hadvezéreket inkább Dákiába viszem. Jaja, inkább Dákiába. Na de azt hiszem akkor, hogy körváltás jön. A Lambesis-be képezünk még pár egységet, egy fene. És... körváltás. Ó, oh, és meg is támadnak a hitvány. Pontosziak. Na ja. A oh, pontosziakkal simán elbírunk, ez gyenge nép. Nagyon gyenge nép. Ó, oh, nagyon jó pozíciónk van. Basszus. Legionary cohort. Na, hogy jöjjenek. Légionárius lovasságom van, és légionárius kohorszom. VS Phalanx. Phalanxokat megettük a hasztotuszokkal, és nem kellenek ide légionáriusok. Vannak kaszászekerek? Jó. Ezek még érnek valamit, ezek a kaszászekerek. Azok még jók, de tényleg. De a többi... az katasztrófa. Na de hadd lőjenek az íjászok. Ó, oh, Antigonus Footguard. Hát... elég... szar pozícióban vannak a pontosziak. Nekünk nagyon jó pozíciónk van. Magaslat, jó katonák, képzett katonák, basszus. Nagyon képzett katonáim vannak. Nagyon jó felszereléssel megtoltva. Legionary cab. Igen, a pontoszi nehéz lovasság ilyen javelin. Akkor ti inkább vissza. Ki is lőttek két légionáriust. Azaz, nyomjátok rájuk. Ú, hogy oda ne rohanjak és vissza. Mi a fene ez? Mi akar ez lenni? Az a roham, nem amit ti csináltatok. Támadások a szeszekére. Hát veszítek pár embert, de minimális veszteség lesz. Reménykedem. Ezeket nyírjátok ki. Hát azért a kaszász szekér az hozza a formáját.
Ja. Ja. Nagyon sok lovast megöl. Phalanx feladja. De basszus, mi az eget csináltok, könyörgöm. Rengeteg lovas katonát megölnek ezek a hülye kaszász szekerek. Utálom is őket, basszus. Visszavonulnak? Amúgy hova lett a hadvezére? Ja, ott van len. Ahogy elnézem, visszavonul az ellenség. Nem csodálkozom. Ez kb. Ennyi volt. Jól szétvertük őket. Na de hadd menjenek a gyáva pontosziak. A lova, azt a két lovas egységet jól legyengítették az a... Az öt kaszász szekér, basszus. Öt kaszász szekér nyírta ki ezeket. Aj. Hát egy kicsit nagy lett a veszteség annál a két lovas egységnél. Nem tudom mi az eget csinált ez a két légionárius lovas csapat. Az igen! Szinte gondoltam amúgy, hogy ez lesz. Ugyebár Pontosz fel van erősödve, ő egész Kis-Ázsia, és nagy valószínűséggel nincs is ellenség, akivel harcoljon, csak én. És mivel elég rég nem járt itt ellenség, ezért Pontosz nagy valószínűséggel csak úgy úszik a katonákban, hogy úgy mondjam. Vagyis a parasztokban. Mert ezek nem katonák. De akkor is van nekik egy csomó, az egyszer biztos. Hogy nagy valószínűséggel egy légió nem lesz elég a legyőzésükre, de... Nem baj. Na ja. Mi ugye... Na most nincs kaszász szekér, nagyon helyes. Na de hadd jöjjenek a mocskok. Legionary Cav. Mi csak tartjuk a pozíciót, és ők jönnek. Faján néznek ki ezek a légionáriusok. És az íjászok már lőnek is. Ohoho, csak úgy írtják őket az íjászok. Ugye már a Phalanxnak elég gyenge a páncélzata, gyenge pajzs, gyenge páncélzat. Így az íjászok könnyedén leszedik őket. Mire felérnek, kifáradnak. Ez egy csúnya mészárlás. The enemy general flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. Attack quickly!
Hát ez kb. Ennyi volt. Boom, vége. The enemy show their true virtue. They are not soldiers, only frightened rabbits running from our men. Az nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Ők megöltek két embert. Az ellenség mindössze két ember, basszus. Ó, te jó ég, ott a sajátjaim öltek 10-szer annyit. Na, még jön? Á, ott a másik légió. Megállok ott egy helyben, nem is megyek tovább. Ha jönnek, legalább van egy jó pozíciónk. Azt annyi. Na de! Early Legionary First Cohort. Amúgy levesszük az adózás normára. Ja. Képzek pár új kohorszot. Tudnák... városi kohorszot tudnák itt, de mindegy. Asculumban. Még kell 10 000 lakos Palmára és tovább fejlődik. Az nem olyan sok. Ijász lőteret fejlesztünk itt a Londiniumban. Elkészült a sereg. Oh! Ez itt lázad. És még maradt pénzem is, király. Attack! No more moves, sir. Your honor, on my way. Out of moves, sir. Orders, forward! Move! Oké, vegyük el Tealist. Már hadd jöjjenek a makedónnak egy kicsit közelebb, szóval még nem vesszük el. Hadd jöjjenek közelebb és legyőzzük őket, az kész. Ég, itt van nekem egy csomó hadvezér. Oké. Te oda. Te Spártába. Te pedig arra. Na várjunk. 3, 6 íjász, 4 lovas. Az 10, 2, 12, 14, 16. 16 egység csak. 17, 18, 19. És kell egy hadvezér? Hát dehogy kell 20. Nem kell kell hadvezér, a légionáriusok így is szinte megtörhetetlenek. Nem, hogy még, ha még hadvezér is vezetné őket, akkor aztán tényleg megtörhetetlenek lennének. Ó, tovább fejlődik, király! Na de jó. Levesszük a légionáriust, és van 800 dénár. Nepte tovább fejlődik, hála az égnek. Ja, bár Nepte az egy olyan falu, ahol... nem igazán lehet gazdaságot kialakítani. Ami nem jó. Képzek több egységet itt. De Spártában folytatom a képzést, mivel kell a légió, és el akarom venni Küdóniát és Rodoszt.
Gondoltam, hogy ez lesz. Jön az ellenség. Kell még pár kém nekem. Szóval a srácok, kössétek fel a gatyát, mert pontos jön. Jaj, fenébe, sok emberrel nem léptem. Na mindegy, na végre jönnek. Jönnek a pontoszi csapatok. Ja. Ebben a részben a srácok, jó sok csata lesz a pontosziak ellen. Egyfolytában le kell mészároljuk őket. De el fogom venni Ankurát, átképzem a katonákat és szépen lassan előre nyomulunk. Nincs az a pontoszi hadsereg, amelyik megállíthatna minket. Ha ők 5 légiót küldenek, nekem elég egy is. Group disband. Na, hadd jöjjenek! Egy újabb lemészárlásra váró légió. Mi a fene? Nem csak sima támadás? Sok légiós ezüstgerendás lett. Plusz egy támadó erő. Az aranygerendások aztán kemények lennének. Na, hadd lőjenek az íjászok! Jön a lovas roham. Boom. És meg is törtek, király. Az igen. Ledobjuk őket basszus 1-2-re. Legelőször a lovasságból fogok kifogyni.
Hát ez ennyi volt. Most azért van egy kis veszteségem. The enemy general flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. Szép! Hát vezér halott. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemy's hearts. Ez ennyi volt, de most azért okoztak veszteséget is. Ja! Most azért van veszteség is. Ja. Vesztettem több mint 112 embert, mivel a saját íjászaim megöltek még azért párat. Az az! Ó, basszus! De jó. Hú. Jó, mekkora nagy lovasságom van. Ezeket lehet vissza kéne küldjem a lovasokat legalább, hogy átképezzük őket. A rohadt életbe, kaszás szekerek. De utálom. Bár a pontoszi nép nem annyira gyenge, annak jó katonáik, falangszok, azok még érnek valamit, a többi az gyenge. Nagyon nem jól van felállítva a légió. Azaz, közelharcra akartok, és közelharcolni akartok velünk. Boom! Ez nem a legjobb lovasról, hanem bár megtört az ellenség, ja. Az egyik csapat. Melyik tört meg? Hillmenek. Lőjétek a kaszász szekereket. A kaszász szekereket. Szép, le is lövik a kaszász szekereket, egy-kettőre az íjászok. És visszavonul az ellenség. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Az ellenség vissza akar vonulni.
Jó, lovasságot ide. Minél kevesebbet engedjünk el. Hisz gondolnunk kell a jó hírünkre is. Hogy nem igazán ejtünk foglyokat. Vagy nem igazán engedjük el az ellenséget a csata végén, hanem megöljük. De egyre jobban gyengítenek és gyengítenek minket. Na, az jó volt. Only frightened rabbits running from our men. Na, nem volt ez olyan rossz. Ja. Ez győzelem. 25 embert öltek meg ők, de sokkal többet elvesztek én. Csak azt nem jelzik ki, hogy a saját íjászaim ölik meg őket. Nyilván hátba lövik. És most jönnek a britonok is. Már barbárok ellen jó harcolni. Eléggé le van gyengülve már ez a légió, de még szerintem ennyivel elbírunk. Ennyi ellenséggel. Ködben! At a battle against the Britons. No. Alkottunk egy szép védekező pozíciót. Király. Ja, mindenhonnan ellenség. Már a lovasság is nyugodtan lehet itt. A középen. Ja, hadd jöjjön az ellenség. Hülye barbárok. Mindenki védekező pozícióban, nem megy innen sehova, tartják a pozíciót. Hely, bakker. Ezt ezeket legyőzzük, akkor enyém a város, átképzem a katonákat és irány tovább. Lőjétek a kaszász szekeret. Jaj, ez durva lesz. Jó, ott jön még egy nagyobb csapat.
Ne engedjétek át őket! Ja. Az első támadó seregnek annyi. Jó. Faján így körbevettek minket félig így a hullák. Ezt a felét megtámadták. Ezt a felét. És a katonák előtt megint egy csomó hulla fekszik. Jó, itt még jön még egy kisebb csapat. Ezek tényleg kevesen vannak. Ja, itt jönnek. Itt jön a sok kaszász szekér. Ezek a hadvezéri kaszász szekerek. Ajjajjaj. Hadvezér az marad itt, bátorítja a katonákat. Áttörnek! Hogy ide már nem kellenek a katonák. Gyerünk! Egy ellenséges hadvezér meghalt. Nyomuljatok, támadás! General with fear. Now he flees the field like a coward. The enemy army is in flight. Király. Pursue them and drive them from the battlefield. Kik nem adták még fel? Ja, ennyi. Bazd meg, te pöcs! Ó, ne már! Erre meghal a kaszász szekerek miatt az idióta. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, bakker. Nézd már. Erre meghalt. Hogy lehet ilyen egy... Hogy lehet ekkora egy idióta? Ó, basszus. Ezt a szívást. Numantiába tette a hadvezért. Az jó. Átküldjük Palantiába. Öcsém,
Erre meghalt a köcsög. Na mindegy. Nincs mit tenni, feltámasztani nem tudom. Fejleszünk falat. Na végre Tarakkó tovább fejlődött. Az tök jó. Ja igen, Campus Yazygisből elmegyünk. Wow, de sokat tudok lépni. Az igen. Skondáter Redonum tovább fejlődik, na végre. Oké, okay, vegyük el Eborakont. Elvesztettem pár egységet. A fenébe. Kéne egy kémet képezzek. És a legfejlettebb vagyok, de jó. Aha. Aha, ott is van város. Bár Pergamonban képződik a sereg. Oké. Okay. Te Athénba. Spártába. Te pedig erre. Drobed Ostrom alatt. Kicsit gyorsabban átképezhetem a légióimat. Hány létszámos egy íjász? 160. Akkor nem rakjuk egybe. Jönnek a germánok. Na de előre szépen. Helgó két körig bírja. Akkor jó. Az nem sok. Oké, ezzel a csapattal előre. Le kell győzni ezeket ott. Na mindegy. Oké, azt hiszem akkor körváltás, mivel... Nem igazán van mivel lépjek. Kell még egy kém. Wow, azért jönnek bronzpajzsosok is, oké. Azok már érnek valamit. Itt van Ankura, eléggé jól be van védve. Még van két jó seregük. Na jó. Akkor
akkor még jöhet egy körváltás, és pont azt tudja, hogy meg fog támadni. Szóval készüljünk fel. Ó, nem, mert makedónok támadnak. LOL. LOL. De őket simán intéztük. Amúgy is parasztjaik voltak. Volt egy Armored Sarisophoroi, meg Onager, ugyan már? Az egy vicc. A makedónoknak már rég annyi. De nem gondoltam volna, hogy megtámad. De megtámadott. Elveszem Tiliszt, és akkor a makedónoknak annyi, utána pedig harcolunk a és a trákok ellen. Meghódítjuk Trákiát is. Oké. A lovasságot haza kéne küldjem. Átképzésre. A csata után. Az lenne a legjobb döntés. Az íjászáim szinte veszteséget se szenvedtek el. A légionáriusok azok sokkal többet, de csak azért, mert az íjászáim lelövik őket sokszor. Hátba lövik a sajátjaimat. Azaz. Írjátok őket. Bár minél tapasztaltabbak az íjászok, annál nagyobb sebzést visznek be, ami tök jó. Nyíl záport rájuk. Jön a könnyű lovasság, meg a nehéz lovasság is. Szedjétek le őket. Jár a pontosziak, azok ilyen lándzsákot dobigálnak. Sajnos. Keleti gyalogság, mi? Na, most leszednek pár íjászt. Nyírjuk ki a könnyű gyalogságot. Meg a könnyű lovasságot is. Az íjászokkal. Ja, leszedik az egész köcsögöt. Gyerünk, törj meg, törj meg! Hát az nem törik meg. Na, elfutnak. Támadás.
General flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. Ez egy gyávák. Ezek nagyon gyávák. Könnyen le lehet győzni ezeket a pontosziakat. Mondjuk, hogyha hasztatuszokkal jönnék, azok ellen még jobb esélyük lenne, de a légionáriusok ellen abszolút semmi. A hasztatusz ellen még talán lenne esélyük, de még talán az ellen se. The enemy show their true virtue. They are not soldiers, only frightened rabbits running from our men. Ja, ez ennyi. De azt hiszem, hogy a lovasságból hazaküldök három csapatot és átképzem őket. Jaja, az lesz. Azt hiszem az lesz, hogy három csapatot hazaküldök lovasságból. Oh. Na ne szívas! Fel annyian vagytok! What the fuck? Wow! 800 ember veszteség? Oh, what the heck? Mi a fene? Ne hülye dákok. Ó, Sárdály is tovább fejlődik, na végre. Rómába építsünk kikötőt. Az mindig jól jön. Záma tovább fejlődött, na végre. És Nepte is. Helyes. A Avrotikumnál lázadók. Előbb az olyan csapatokat képezzük át, amelyikből hiányzik. Egyiptom a fejlettebb, nem mi. Na persze. Mit tudnak, amit... Mit tudnak ők, amit mi nem? Na Helgó még egy körig bírja. Damme az egy körig szintén, húha. Miért nem tudok tornyokat építeni ide? Érdekes, hogy nem engedi. Sirály, át is képzem a katonákat. És vegyük el Tíliszt. És ennyi volt. Nincs többé Makedónia. Hódítani jöttünk. Jó, küldjük még ki kémeket. És a lovasságot így, és vissza Nikomédiába.
Aha! Itt nincsenek is olyan sokan. És ahogy elnézem, pontoszi csapatok sincsenek már annyira sokan. Oké. Vannak első kohorszaim, de az a van, hogy nem is képzek többet. Ugyebár leképzem az első kohorszot és elküldöm a harcba őket, de hát csak legyőzik őket, és úgyse tudnám átképezni őket, szóval végén meghalnának mind. És ez a gáz az egészben. Ugye a végén meghalnak csak az egészen, mert nem tudnám átképezni őket. Ah, Neptune elázadj. Kettő, négy. Még kell négy egység. Addig még leképzek hány hajót? Hát leképzek legalább kettőt. Két hajó elég lesz. Na de azt hiszem zárom a videót, srácok. Ja, elkészül itt is a Pantheon. Nagyon király. Hát a következő részben a dákokat jól meggyengítem, ezek nem még támadják Drobedát, na végre. Ó, basszus. Milyen egységet vesztettem, Ijászt? 2, 4, 6, nem, egy csapat légióst a fenébe. Az gáz. Nem, meg két csapatot. Ah. Ezt nem kellett volna. Heliszt pedig el kell vegyem. Nem, bár jön ez a másik csapat. Jaj, már elég messze van. Jó. Szóval... következő részben elveszek még két területet a germánoktól is. Elveszem Bordesholmt is. Na de azt hiszem zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést. Hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!